Teljesen lényegtelen, tök hülyeség. Nem is jól csináltam. Ah! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az októberi összegzésem lesz. Igen. Szóval, két dolog, vagy több. Az egyik, hogy azért van orrhangom, és azért nézek ki úgy, ahogy, mert beteg vagyok, mint hallatszik elég egyértelműen. Úgyhogy, yay! Nem tudom, mit akartam még mondani. Ezek szerint nem volt fontos. Igen, úgyhogy azért van orrhangom, mert beteg vagyok igazából. Ja, csak úgy volt kedvem videózni, és gondoltam, megpróbálok most nem kihagyni egy hetet, úgyhogy max vasárnap lesz csak megvágva, de akkor ki lesz rakva ez a kis összegzés, mert eddig sikerült úgy az összes összegzésemet időzíteni mostanában, a legutóbbi kettőt, hogy így a hónap legvégén ment ki, mire már a következő havinak kellett volna. Szóval egy kicsit így igen, és szerencsésen nincs nálam az egyik könyv, aminek kéne, de mindegy. Szóval októberben 3 darab könyvet olvastam ki, és technikailag az egyiket még augusztusban kezdtem el, úgyhogy igazából magában októberben ez 2 könyv volt. Majdnem 4 könyv lett ugye összesen, csak a képregényt, amit szerettem volna a Kripaton alatt kiolvasni, ugyanis most volt a Kripaton októberben, az így átcsúszott másra. Ugye vagyok, nem vettem le az egyik könyvet. Ja igen, hőemelkedésem van kb. Jelenleg, legalábbis az előbb 36,9 voltam, azóta lehet, hogy már több. Úgyhogy, ja, lehet, hogy nem leszek teljesen összeszedett, de másfél hónapja nem voltam itthon, és szeretnék végre a polc előtt videózni, úgyhogy ez van, ez lesz. Szóval az átcsúszott a kövi napra, mert akkor is épp hőemelkedésem volt, és úgy már nem volt kedvem kiolvasni még egy képregényt is, úgyhogy mindegy, de teljesen lényegtelen, tök hülyeség. Nem is jól csináltam, jó. Ezt sztornozzuk szerintem, szóval a borítóképet is rossz könyvet csináltam. Jó, látszik, hogy beteg vagyok, na, maradjunk ennyiben. Okay, szóval 3 darab könyvet olvastam ki októberben, és akkor nézzük is, hogy mik ezek. Azzal kezdek, ami ilyen augusztusból átcsúszott, mert igazából ez egy non-fiction volt, annyira non-fiction, hogy ez egy ilyen pénzügyi könyv volt, amit azért olvastam, mert a nővérem azt mondta, hogy olvassam el, és világosodjak meg dolgokról. Ez pedig a Your Money or Your Life című könyv volt, és akkor ezt így októberben sikerült végre befejeznem. Amúgy, igen, elismerem, hasznos volt, egy csomó dologra jó megközelítés, vagy jobb megközelítés, érdekes megközelítést adott így a pénzzel kapcsolatban, meg ilyen tanácsok is vannak benne, hogy ugye ez a pénzügyi függetlenség eléréséről szól ez a könyv, hogy hogyan lehet, és akkor vannak benne ilyen praktikák, amik tudnak benne segíteni, és igazából erről szól. Úgyhogy alapvetően érdekes volt, és mondott olyan dolgokat, amiket így magammal viszek, majd a későbbiekben is, hogyha már mondjuk én is el tudok indulni jobban ezen az úton. Okay. A másik könyv, amit kiolvastam októberben, és szerencsére ez a könyv most nincs nálam. Most jöttem rá, hogy miért kellett volna hazahoznom, csak most hoztam haza a nyári ruháimat, és így nem volt hely már a bőröndben. Úgyhogy szegény Kiki, a boszorkányfutár, fönnmaradt Pesten, de őt is október elején olvastam, és róla egyébként készült egy olvasóvlog is a csatornára, amit ide be fogok nektek linkelni. Ez ugye egy japán gyerekkönyv, ami alapján egy film is készült, és én már azért beszéltem egész sokat szerintem arról a könyvről, vagy mert többször említettem, és nagyon-nagyon tetszett az a könyv, és egyébként az egy recenziós példány volt a Cicero könyvstúdiótól, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm nekik még egyszer, és nagyon-nagyon szerettem a könyvet, nagyon kis kedves volt, és aranyos, és nagyon jól esett a lelkemnek, így október elején, ugye szezonális is a boszorkány miatt, illetve nagyon gyorsan kiolvastam, és mostanában nem olvasok annyira gyorsan ki könyveket, és ezért is, na. És ezért is esett jól most nagyon a Kiki nekem, meg amúgy is a sztori miatt, meg Gigi miatt.
Mivel egy viszonylag rövid gyereksztoriról beszélünk, nem tudom mi az, amit így lehet róla mondani, de ugye az az alapkoncepció, hogy Kiki 13 évesen elhagyja a szülő otthonát, és el kell mennie egy városba, ahol egy évig, vagy válaszolni kell egy várost, aminek ő lesz a boszorkánya, és akkor az első évét nézzük végig ebben a városban. Okay, és igazából az utolsó könyv, amit befejeztem októberben, azt hittem, hogy ez gyorsabban meg lesz, csak be akartam fejezni a Your Man, Your Life-ot, mert már a harmadik hónapja olvastam, és már azt mondtam, hogy nem akarom tovább tartogatni, legyen meg. És ezt a másik könyvet meg tartogattam a Creepatonra, hogy meg tudjam csinálni a csillagfényes főzetet. És ez pedig nem más, mint Elie Wiesel-től a szerelem elmélete. Nagyon zavaró, hogy ilyen a szerelem valamilyen, ebből már legalább 4 különböző variáció van a magyar könyvpiacon, és sose, mindig másikat mondok. Úgyhogy mindegy, ez a szerelem elmélete. Ugye ezt megvettem a könyvfesztiválon most idén, ami benne van a könyvfesztiválos vlogomban is. És volt egy ilyen pont a Creepatonon, hogy egy könyv, ami szerinted 5 csillagra fogsz értékelni. És valahol kicsit naív voltam, mert gondoltam volna, hogy a szex jelenetek lesznek a gáncs pontjai ennek a könyvnek, de úgy voltam, hogy na, de a Love Hypót is nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon élveztem, ha eltekintünk a szex jelenetektől, úgyhogy adjunk, úgyhogy ez jó lesz. És alapvetően jó volt, meg tetszett, csak a szex jeleneteket vegyük ki belőle, és akkor tökéletes lett volna. Gyakorlatilag megint az volt az egyetlen, amit zavart, meg a másik, hogy Elie Wiesel-nak valami fétise ez, hogy a férfiak ezekben a könyvekben gigantikusan nagyok minden értelemben. Minden értelemben. Tehát az, hogy ilyen minimum 2 méter magas kolosszusok vannak benne, és nem értem, de... És ez mindig ki van emelve, hogy 2 ajtós szekrények, meg nem tudom, és így jó, ez is kicsit ilyen okay. Miért? De ez olyan, hogy ezzel el tudok menni emellett. De amellett, amilyen szex jelenteket ír, nem tudok elmenni. Na de ne szaladjunk előre, miről is szól a szerelem elmélete? Elsit követjük, aki egy elméleti fizikus és tanársegéd, és nagyon küszköd, mert nagyon kevés a fizetése, nincs egészségbiztosítása, mert egyébként az azért lenne neki fontos kifejezetten, mert hogy cukorbeteg és az inzulinját valamiből vennie kell, mert ugye az amerikai egészségügy az ilyen csodálatos rendszer, és hát egy ajánlás ajánlat alatt miatt interjúzik az MIT-re, ahol is egy ilyen úgymond ősellenségével találkozik, aki a mentorát tönkretette még annó egy cikkel, és gyakorlatilag az alap pillérének tartják az elméleti és a kísérleti fizikusok közötti ellentétnek. Csak hát ugye, Jack Smith rohadt vonzó. És hát így félre lehet tenni a gyűlöletet egy idő után, meg egyébként segít, meg ugye, meg egyébként Elsinek van egy ilyen megfelelési kényszere, hogy ugye bárkivel találkozik, a saját személyiségét úgy alakítja, hogy a másik embernek tetszen, tehát igazából sosem adja magát, és Jack Smith az egyetlen, aki rákényszeríti, hogy saját magát adja neki, mert Elsie nem tudja, hogy Jack mit szeretne tőle látni, Jack megmondja neki, hogy nem akar egy kamu Elsie-t látni. És amúgy nagyon cuki volt az egész könyv, meg igazából szerettem a dinamikát is a főszereplők között, illetve Elie Wiesel-Wood ebben a könyvben, ezt már mondták előtte is, meg írta az utószóban is, hogy sokkal jobban belement a tudományos dolgokba és a tudományos dolgok taglalásába. És igazából szerintem azért egy nagyon jó pontok az ő könyvei, mert hogy ez a tudomány központúak, ami szerintem úgy kevésbé szokott a romantikus könyveknél. Tehát nekem ez kifejezetten tetszik, hogy ugye itt doktoranduszokról van szó, meg doktori végzettséggel rendelkező kutatókról, ami egy tök érdekes pontja az ő könyveinek. És egyébként van benne cameo a Love Hypóból is. Csak a szex jelenetek ne lettek. Nem azt mondom, hogy sok volt, volt kb. 3-szor explicit leírva így jobban. De az is elég. A kiégésemhez az is elég volt. Ennyire explicite módon a kivitelezését a dolognak nem lehet jól leírni.
úgy, hogy ne cringe-eljek tőle atommód. Tehát eleve ez a szex jelenetet olvasni nekem mindig azért fura, mert hogy így tökre úgy érzem, vagy nem tudom, mintha így állnék én is itt az ágy felett, és ilyen creepy módon nézném őket, és egyszerűen cringe-elek az egésztől, mert borzasztó, tehát, hogy nem, nekem ezek továbbra se fekszenek, és továbbra sincs Elihéző út, nem úgy írja meg, hogy feküdjenek, úgyhogy az egyetlen negatív pont, amit ki tudok emelni a könyvből, az a szex jelenetek. És tudom, hogy egy csomó ember ezt is szereti benne, de én ezt nem. Ez az egy dolog, amit kivennék belőle, ha lehetne. A konfliktus részét is egészen meg tudtam érteni, és egyébként kitaláltam, hogy hol van. Szépen ezt hogy kell mondani? Hol van szutyok a palacsintában, szóval I called it. Tudtam én előre, érezhető volt, szerintem szándékosan egyébként. Úgyhogy alapvetően élveztem ezt a könyvet, 4,5 csillagot kapott, de nem lett 5 csillagos, mert ugye úgy indultam neki, hogy szerintem 5 csillagos lesz, mert hát a szex jelenetek. De szerintem ezen meg senki nem lepődött már meg ezen a csatornán. Oké, erről egész sokat sikerült beszélni. Ezen kívül, ami nekem folyamatban van olvasásom, csak nem csak olvasom, hanem jegyzetelek is belőle, az egyébként a Tarot for Self-Care, mert én most végre vettem saját tarot paklit, és ezt a könyvet most jegyzetelem ki magamnak, és ezért haladok vele lassan, mert hogy ugye mindegyik kártyához csinálok jegyzetet, és ezt nem olyan, nem lehet vele olyan gyorsan haladni, úgyhogy igazából ez az, ami még nekem így folyamatban van most. Meglátjuk, hogy novemberben megtöröm-e a 3 könyvet, olvasok egy hónapban átkomat, vagy ezt a visszacsökkentett 3 könyves teljesítés? Nem egy verseny ez, na? Hát, ha most majd megint jobban esik majd olvasni, vagy jobban találok olyan könyvet, ami jól esik olvasni. Nem akarom erőltetni se igazából, tehát hogyha nem megy, akkor nem megy. Ez egy ilyen kis leeresztés lesz ennek az évnek a végére. És így nagyjából ez ennyi. Igen, ez volt az összegzésem, szét vagyok esve takony hangomtól is. Most még pár napig itthon vagyok, úgyhogy lesz egy pár ilyen takony hangú felvételem, de megpróbálok kicsit előre dolgozni, hogy novemberben legalább ne maradjon ki videó heti egyes rendszerrel, amire rátértem. Jövök egy kérdezfelelekkel, tudom, föl lesz véve előbb-utóbb, és illetve hát egy csomó mindent gondoltam, hogy októberben lehetett volna, de itt totál elúsztam mindennel is. Nem csak azért, mert nem tudtam felvenni, hanem minden miatt is. Úgyhogy majd próbálkozom visszajönni normálisan, igen, szóval ez van, ez egy ilyen kicsit szétszort évvége már nekem. Sok minden van, na. Úgyhogy igazából ezeket a könyveket olvastam, ezt tudom mutatni. Októberben kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok ki a hónapban. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És addigra hát, ha nem leszek már ennyire göthös.